Üdvözlök mindenki, Dávid vagyok, és ez itt a Gerizmód. Most egy katapultot szeretnék nektek bemutatni, és azt, hogy hogyan lehet ezt megépíteni. Ugye, mindjárt be is mutatom, hogy hogyan működik. Megnyomod egy gombot, és szépen kilövődik a kis emberünket, amit éppen kiválasztottunk, vagy bármi más ki tud lőni. Láthatod, hogy én már próbálkoztam előtt a párszor. Néha beakad. Ugye, kell hozzá pár kötél, egy kerék, vagy hát két kerék, két tárgy, ami ugye katapult karként használható, és egy meghajtó szerkezet. Akkor először is rakjuk le az alapjait az egésznek. Így szépen középre. Ami most nálam ez a szerkezet. Ami, hogyha nem dől el, akkor egy gravity gunnal neki tudunk esni. Szépen. Látható, el is tört. Jó, akkor most a következő az az, hogy fölemeljük és rögzítjük ugye jobb klikkel. Majd utána rakunk rá kerekeket, amit mindjárt is keresek. Ugye itt én ezt a kereket választom, de bármilyen kereket rá lehet rakni. Ide, nagyjából a szélére. Oda, megesztjük. Így, és úgy is van a két kerék. Ha lerakjuk ugye a fizikgánnal, rákattintunk egyet, látható, hogy a kerék fogja. De nekünk még ugye kell egy kicsit, hogy a levegőbe legyen. Ugyanis kell rá valami, amivel ki tudjuk ugye később lőni az embereket, amihez én ezt a kis járművet választottam. Álljunk meg. Ugye ezt oda kell hegeszteni a kis rúthoz, vagy nem tudom mi az oszlophoz. Ugye jobb klikkel lehet könnyű hegesztést, és bal klikkel lehet keményebb hegesztést választani. Ez az én verziómban így van, nem tudom a régebbiekben. Ugye jobb klik ide, és utána, hogy ne csapjon minket agyon, jobb klik oda. Ekkor ugye felhegesztjük, és az egér mozgatásával ugye be lehet szépen állítani, hogy hogyan legyen. Utána visszaváltunk fizikára, és egy kicsit megigazgatjuk az egészet. Ugye most egész jól néz ki. Ilyenkor jöhet a végleges hegesztés, ugye bal klikkel az egyik pontjára, utána bal klikkel erre az oszlopra, és már kész is van. Látható, már elég stabilan rajta áll. Maga a kilövő szerkezet most már kész. Ugye most rá kell rakni egy boostert. Boostert ugye ugyanúgy kell, mint a többi magot rárakni, mint a magyarban meghajtó. És én ezt a változatot használtam elég erős, és egy ilyen jó nagy erőt odaadtam neki, hogy minél keményebb legyen. Ugye szépen így beállunk alá, és nagyjából beállítjuk valahova. Ugye ezzel meg is vagyunk, és be kell állítani neki, hogy melyik legyen ugye neki erő adva, ugye melyik gombbal tudjuk aktiválni ezt a kis booster szerkezetet. Ugye most ha megnyomnám, akkor szépen fognám magát, és kirepülne. Megállj. Jó. Ez ugye kész. Most lerögzítjük a két kereket, ami kötéllel lehetséges. Szóval megfogjuk, és kötéllel oda rögzítjük a földhöz. Most a másik is nagyon szükséggel lőni fog egyet. És ezt szépen fogtam, lehet, és át is fordult. Nem túl jó nekünk. A kis forgatás ugye saját magunk a jövőtőségre. Helyre lehet pofozni a dolgokat. Ugye egy kicsit szét fog esni néha, előfordulhat, hogy szétesik a szerkezetünk. Ugye megpróbáljuk így nagyjából beállítgatni a dolgokat. Így. És amikor szinte teljesen
kinyílt állapotban van, most én nagyjából itt határozok meg, akkor ugye még további köteleket adunk hozzá. 2, 20, valahova ide, 1, és a másik oldalra is ugye 2 kötelet hozzáadunk. Így. Ezután lefújjuk a fizikálunkat, és szépen elengedjük. Nyomusán dolgozósége rögzítve is van, és működik is. Ez itt kicsit zavarni fog. Aha, a kötélet. Na. Ugye, most működik, sőt, ez szerintem jobban is van működni, mint az előző. És kiválasztom ezt az emberkét, amit ugye nem hozunk, bár lehet egyszer benne, hogy egy újat spawnolnék rá. Ugye berakjuk a katapultnak ebbe a kis kilövő szerkezetébe. Följünk ide, és nézzük, hogy mit alkottunk. Látható, ott repül. Próbál megfogni és újból behelyezni a katapultba. Sőt, tudom, hogy ott kell másik kettő ember. Kerekedhetünk ez a másik oda egy ilyen, és mind a kettőt lőjük ki. Látható, az megint egy kicsit beragadt, és még nem működött tökéletesen, de hol lett? Mindegy. Na és még egy tűz. De ezt szinte bármivel el tudjuk játszani, az annyira nem működik jó, de nem szavar már. Például fogunk egy ládát, fogjuk, nem, ez érdekes volt. Kicsit helyre látok a dolgokat itt, akkor nem ládát fogunk, hanem. Ezt a széfet belerakjuk, persze, hogyha a helyén marad. És fogjuk. És tüzelünk vele egyet. Amint a hiányoznak. Aha, az utolsó kötő játszik belőle. Ez jó volt jel. Fura. Így. Vagy esetleg ki tudunk lőni. Tévét. Szinte bármi tudja, ami a játékban megtalálta. Ennyiért volna ez a kis katapult szerkezet, remélem tetszett. A következő az nagy valószínűséggel valami repülő autószerű képződmény lesz, bár ez még nem biztos, csak azt tervezem, hogy csinálok egyet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!